A következő készülék az eddigi nagy kedvencem, ez egy Projection Design, vagy most már Barco F30-as Wide UXGA, azaz 1920x1200-as felbontású készülék. Ez a Vissim RGB-RGB színkerekes 4300 ansi lumenes verzió, gyönyörű szép projektor. Itt elől ez az EN15-ös lencse látható, ez egy short roll lencse a maga 15 cm-es átmérőjével, nem egy kis projektorról van szó. A készülékhez van kettő darab Starlight után gyártott izzó, nyilván ezek nem olyan izzó modul, bocsánat, nem olyan jó minőségek, mint a gyári, de egy tartaléknak jó lehet, amíg mondjuk adott esetben a gyári meg nem érkezik, látható, hogy ezek csipes izzó modulok, tehát eltárolja a futott üzemidőt. Azért van kettő belőle, mert a készülék maga is kettő izzó modullal rendelkezik, ugyanis ez egy 0.24-es működésre is alkalmas projektor, és rengeteg szuper csodás funkcióval rendelkezik. Gyári távja sajnos nincs meg, viszont van hozzá egy írott távirányító, amivel elérhetők a szinte az összes funkció, ezt meg fogjuk nézni, hogy mi, hogy merre, meddig. Ami nagyon érdekes egy ilyen készüléknél, hogy nem kell elindítani a projektort ahhoz, hogy kinyerjük belőle az összes információt. Itt például az látható, hogy az 1-es és a 2-es lámpa is 1824 órát futott, 672 óra van belőlük hátra. Ezek a gyári első izzói, ugyanis maga a készülék is itt alul látható, 1820 órát futott, tehát ez a Barco-nál ez még egy nagyon új gépnek számít, ugyanis ezek olyan 30.000 órát is képesek üzemelni. Itt látható, hogy 1.16 az 1-hez arányú lencse van benne, ez egy short row wide lencse, ami azt jelenti, hogy például 2 méter 32 centiről már 2 méter széles képet tud vetíteni. Most jelenleg hallható, hogy üzemel a ventilátora. Minden Barco gépnél ez szokott történni, hogy nincs ugyan elindítva a projektor, de megy egy ventilátor a pára lecsapódás, kondenzáció elkerülése miatt, és a gombák és egyéb baktériumok kifújása miatt. Látható a bemeneti táblája, ugye mindenféle bemenet, S-video, videó komponens, DVI, VGA, HDMI, 5BNC, RS232, vászonvezérlő, trigger, USB programozó és LAN hálózati vezérlő is található. Most elaludt a kijelző, egy bizonyos idő után kikapcsolja. Szuper kis funkció, ez a light, amivel a bemeneti táblára lehet például fényt kapcsolni, hogy sötétbe lássuk, mit hova kell dugni. Én most bekapcsolom a készüléket, mindjárt el fog indulni. A warming up, ez a bemelegedés. Megmutatnám, hogy a szobába milyen világos van. Nincs sötétítve, és 10 óra van verőfényes napsütés. Megnézzük mindjárt, hogy mit tud egy ilyen projektor. Közben még megmutatnám, hogy rendelkezik X-Port 1 és X-Port 2 gombokkal. Ide lehetne különböző bővítő modulokat beszerelni. Ilyen bővítő modul például a 3D-s bővítő modul, vagy különböző bemeneteket lehet még rakni a készülékhez, hogyha nem lenne elég a jelenlegi. De van például hálózati vezérléshez is kapcsolódó ilyen modul. Nagyon érdekes és szuper funkció, hogy az adott dolog, ami üzemel vagy nem üzemel, az világít zölden vagy sárgán, ugye attól függ. Most ha megnézzük, akkor a DVI vagy a HDMI világít, ugyanis ilyen bemenetet érzik el. Így például, hogyha én megnyomom a shutter gombot, ugye egyetlen egy mozdulattal ki tudom kapcsolni a kimenő fényt, a projektor viszont emlékeztetni fog engem arra, hogy a shutteröm az ki van kapcsolva, tehát nem lesz fény. Ha megnyomom ismét, akkor nyit, és ismét lesz fény. Ugye a shift-tel, a motoros lens shift
érhető el fókusszal a motoros fókusz, és láthatjuk, hogy a zoom nem világít, ugyanis az EN15-ös fix lencsében nincsen zoom funkció, ezt magától már tudja is a készülék. Azt is láthatjuk, hogy a egyes lámpánk van begyújtva, és ami még érdekes, és nagyon szuper kis dolog, ezek a kis pöckök, ugyanis a készülék az stackelhető, azaz egymásra helyezhető, bocsánat, a kettes lámpánk van begyújtva, mert a lámpa fedélen még azt is lehet látni, hogy melyik lámpa világít, és oda is van írva, hogy kettes lámpa. Tehát ide a ugyanilyen másik projektor lábai helyezhetők el, így nem kell kerettel kínlódni, összeépítő kerettel, és könnyebb a beállítása is ragadni. Nos, akkor nézzünk egy kicsit ide hátra. Azt mondja, hogy jelenleg egyetlen egy lámpánk üzemel, és az is kis fényerejű módban. Úgyhogy egy kicsit húzzunk a gépen. Látható, hogy minden lámpa 8 fokozatban állítható, plusz az Eco Mode, mivel 0-24-es üzemelésre is képes a gép, ezért itt van egy auto switch funkció is, és hogyha ezt bekapcsoljuk, alatt az auto switch delay-jel mi magunk tudjuk beállítani azt, hogy mikor cseréljenek a lámpák, így megvédve egy-egy lámpát attól, hogy túl sokáig üzemeljen. A szokásos szuper bárkus beállítások, ugye a kalibrálása a készléknek az végtelen lehetőségeket nyújt. A másik kis F22-eshez hasonló a menüje, és itt a státuszban is meg lehet nézni, hogy maga a készülék az csak 1820 órát futott, alul pedig ott a lens modul. Már most 2 méter széles képet vetít, és látható, hogy ezt teszi szuperül úgy, hogy hatalmas fény jön be az ablakon. Ugye most a csíkozódás csak a színkerék és a telefon kombója miatt. A távirányítóval vezérlem, látható, hogy szinte minden funkciója elérhető. Most például a fókuszt állítom, a motoros fókuszt, de így elérhető a lenshift is. Ez viszont sajnos csak a távirányítóról lassan. Lassabban vezérelhető, mint mondjuk magára a készülékről, de ez is működik. Zoom funkciónk ugye most nincs a lencse miatt, ezek a lencsék természetesen cserélhetőek, és hihetetlen, hogy ennyire fényes szobában ilyen jó képet tud vetíteni, viszont már most begyújtottuk mindkét gyári lámpát. A másik két lámpát, hogyha valaki akarja mondjuk használni, akkor érdemes a lámpa előtti üvegeket is kicserélni, ugyanis a gyári lámpán lévő üvegek, infra blokkolója, az még mindig jobb, mint ezeknek az utángyártottaknak. Valamint én a csipet is kicserélném, mert a utángyártott izzónak a csipje nem teszi lehetővé ezt a 8 fokozatú szabályzást. Természetesen megnézzük mindjárt sötétített szobában is, de elképesztő, hogy ekkora fényerő mellett, mármint külső fény mellett, ilyen szép képet tud produkálni 2 méter szélességben. Most pedig már sötétített szobában elképesztő szép fénnyel és színekkel. Ugye továbbra is 2 lámpával, ebből már is veszünk vissza, mert borzasztóan sok ez ide. Legyen kapásból Eco Mode, és fusson csak az egyes lámpa. Úgy is van,
már is egy jóval muzisabb képet kapunk. Megpróbálok valami mást is keresni. Bár ebben a videóban csak papagájok vannak. És ismét papagáj. Hihetetlen.